A projekt ünnepélyes átadását csütörtökön délután a településeket összekötő út közigazgatási határánál tartották. Vaskút önkormányzata Bátmonostor önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújtott be külterületi közutak fejlesztésére és az út karbantartásához szükséges eszközök beszerzésére, amely pozitív elbírálásban részesült. Ennek keretében közel 120 millió forintot fordíthatott a két település útfelújításra, amelyet 20 millió forintos önrészsel kellett kiegészíteniük. Ez egy régóta halogatott beruházás volt, hiszen még a 90-es években épült meg a Vaskutat Bátmonostorral összekötő út, és hát itt az idő múlásával az útnak az állapota leromlott, és attól tartottunk, hogy az időjárás miatt ez fel fog gyorsulni, ezért megragadtuk ezt a pályázati lehetőséget, ami önkormányzati utak felújítására nyújtott lehetőséget. A projekt keretében közel 3 kilométernyi útszakasz készülhetett el a rendelkezésre álló forrásból. A felújítás során a szükséges marások elvégzése után 5 cm vastagságú kopóréteg került az útra. A burkolat továbbra is 5 méter széles maradt, mindkét oldalán 1 méteres útpatkát alakítottak ki, és a mellettük található árkokat is kitakarították. Nagy jelentősége van, hiszen aki délről érkezik, és Vaskut irányába szeretne menni, az ezen az úton tudja megközelíteni Vaskut települést, illetve Gara települését. Egyfajta vérkeringés ez az út, és ennek a minősége nagyban befolyásolja az itt közlekedő embereknek az érzését, illetve biztonságát. Az átadón részt vett Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője is, aki értékelte a települések elmúlt 5 éves ciklusát is. Vaskúton is, és Bátmonoston is több olyan fejlesztés valósult meg, amelyek fontosak, hogy a Vaskúton óvodát, bölcsödét tudtunk átadni, megült az orvosi rendelő, utakat építettek, közintézményeket sikerült, illetve sikerül megújítani, hiszen folyamatban is vannak fejlesztések, és ugyanígy Bátmonostoron is voltak és lesznek is fejlesztések. Az ünnepi műsor és a beszédek után Szűcs Tibor kanonok felszentelte az utat, majd az ünnepélyes szalagátvágás következett. A keretből az útépítéshez és karbantartáshoz szükséges eszközöket is vásárolhattak, többek között traktorokat, ágaprító, mulcsozó és mélyásó kotrógépeket is sikerült beszerezniük a településeknek.